Köszöntöm a nézőket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják február 9-én, szerdán este 7 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Fontos odafigyelni a lejáró okmányok érvényességi határidejére. Antibiotikum bejelentő rendszer indult az állatorvosoknak és a nagykereskedőknek. Energetikai beruházás zajlik a Sátoralja újhelyi Labotta János alap Pokrum Művészeti Iskola épületén. Magyarország kormánya a vészhelyzet idején meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességi idejét. A most megjelent jogszabályi rendelkezés értelmében ezek az okmányok június 30-án véglegesen lejárnak, addig meg kell újítani azokat. Célszerű minél korábban megtenni ezt, hogy elkerülhetőek legyenek a hosszú várakozási idők, mondta el dr. Komáromi Éva, a Sárospataki Járási Hivatal vezetője. A vészhelyzetre való tekintettel 2020. március 11-e és július 3-a között, illetve a 2020. november 4-e és 2022. május 31-e között lejárt vagy lejáró okmányok érvényességi idejét meghosszabbították. Azonban június 30-án véglegesen lejár ezeknek az okmányoknak az érvényessége. A jogszabályi rendelkezés jelent meg arról, hogy a már lejárt, illetve 2022. május 31-ig lejáró okmányoknak az érvényessége 2022. június 30-án megszűnik. Ez azt jelenti praktikusan, hogy javaslatunk valamennyi állampolgár részére, hiszen 2020. november 4-től egészen az említett 2022. május 31-ig terjedő időszakban valószínűleg minden családban, szinte minden állampolgárnál előfordulhat az, hogy a személyi azonosításra alkalmas igazolványa, vagy jogosítványa, vagy esetleg gépjárművének forgalmi engedélye, netán a családban élő gyermekeknek a diák igazolványa, illetve a parkolási igazolványa a rendelkező polgároknak, ezeknek az említett okmányoknak az érvényessége lejár. Amennyiben az okmányok érvényessége már az elmúlt időszakban megszűnt, ugye ez még június 30-ig használható, de június 30 egy olyan végleges jogvesztő határidő, amikor onnantól, attól az időpontot követő naptól, tehát július 1-től ezeket érvényesen használni már nem lehet. Célszerű még időben megújítani a tárgyidőszakban lejárt igazolványokat és okmányokat. Időpontfoglalás nem szükséges, de a gyors ügyintézés érdekében ajánlott az állampolgárok számára, mondta el dr. Komáromi Éva, a Sárospataki Járási Hivatal vezetője. Az a javaslatunk valamennyi érintett polgár részére, hogy esetleg éljen az időpontfoglalás előzetes lehetőségével, ez megtörténhet telefonon vagy elektronikus úton is egyaránt. Elektronikus úton a magyarország.hu-n elnavigálva lehet az időpontfoglaló alkalmazást megtalálni, illetve telefonon pedig a 1818 nevű központi időpontfoglaló kiválasztásával lehet időpontot foglalni. Javaslatunkat azért fogalmazzuk meg az állampolgárok részére, hiszen várhatóan június-július hónapokban nagy ügyfélbeáramlásra lehet számítani, nagy számú lesz ez az érvényességét vesztett okmányok, illetve cserére szoruló okmányok száma. Az ország összes kormányablaka, melyek közül 24 található Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hétfőn és szerdán 8 órától 18 óráig, kedden és pénteken 8 órától 14 óráig, csütörtökönként pedig 8 órától 16 óráig tart nyitva és várja az ügyfeleket. Abaúj és Zemplén családjait is érinti az adó visszatérítés és a 13. havi nyugdíj kifizetése. Ez jelentősen segítséget nyújthat az érintetteknek, ezt már dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője mondta a televíziónknak. Kiemelte, a személy jövedelemadó visszatérítése elsősorban a gyermekeket nevelő családokat, a 13. havi nyugdíj pedig valamennyi a régióban élő idős embert segíti, tette hozzá. Volt, aki már átvehette, és van, aki február 15-éig kapja majd meg a 2021. évi személyi jövedelemadóját. A Baúj és Zemplén országgyűlési képviselője emlékeztetett, hogy tavaly júniusban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy ilyen jellegű adóvisszatérítésre számíthatnak a gyermeket nevelő szülők. Ez országszerte több százezer, közülük jelentős mértékben a Baúj és Zempléni családot is érint. Február első napjaiban megindult a családi adóvisszatérítés postai kézbesítése. Mi, akiknek Abaújban és Zemplénben is a családok az elsők, nagyon örülünk ennek.
A családi adóvisszatérítés csak nem 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forint támogatást jelent számukra. Itt, Abolyban és Zemplénben közel 10 000 család kaphat vissza személyi jövedelemadót. A magyar gazdaság növekedése teszi lehetővé ezt, és egyébként ez a legnagyobb volumenű Európában, és ez teszi lehetővé, hogy a kormány visszatérítse a befizetett személyi jövedelemadót. Az országgyűlési képviselő kitért arra is, hogy a család része a nagyszülő is, azaz legnagyobb arányban a nyugdíjas éveiket töltő szülők is megérdemlik a megbecsülést. Éppen ezért fontos, hogy a 80 000 forintos nyugdíjprémium mellé a teljes 13. havi nyugdíjat is biztosítja a kormány idén februárban. Ellentétben a baloldallal mi a családok támogatásában hiszünk, és nem akarunk újabb terheket tenni a vállukra, ahogy azt ők a 2009-es gazdasági világválság idején tették. Dr. Hörcsik Richárd azt is kiemelte, hogy az SZIA visszatérítés kapcsán már azok is számíthatnak a kifizetésre, akik elmulasztották tavaly december 31-ig benyújtani az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot. Antibiotikum bejelentő rendszer indult az állatorvosoknak és a nagykereskedőknek januárban. A kötelezettség teljesítéséhez már elérhető a NÉBI új elektronikus bejelentő felülete. A rendelet már a felhasználásra is kiterjed, így az élelmiszertermelő állatok esetében is havi feljegyzéseket kell készíteni. A sátoralja újhelyi Pipi Farm dolgozói is minden nap tesznek azért, hogy antibiotikum mentesen nevelkedjenek az állományaik, mondta híradónknak Sörös András. Felelős gyógyszerhasználat érdekében 2022. januárban a NÉBIK új elektronikus bejelentőrendszert hozott létre az állatorvosok és a nagykereskedők számára. A rendelkezés célja, hogy az új uniós jogszabályokkal és a nemzetközi szervezetek ajánlásaival összhangban segítse az antibiotikum felelős alkalmazását. Az idei évtől a tájékoztatási kötelezettség már a felhasználásra is kiterjed, amit az élelmiszertermelő állatok esetében havonta kell benyújtani az állatorvosnak. A sátorai újhelyi Pipi Farm vezetője szerint mindent megtesznek azért, hogy antibiotikummentesen tudják továbbadni az állományt. Nekünk a NÉBIK, tehát előírásszerűen, tehát nagyon-nagyon sok könyvet kell vezetnünk ahhoz napról napra készen, hogy ezek teljesüljenek, és ezt tudjuk bizonyítani, meg hogyha ellenőrzés van, akkor ők látják azt, hogy ez minden nap vezetve van, és antibiotikummentesen van felnevelve tehát az állomány. Amikor egy-két alkalom szokott lenni, de olyan év, hogy teljesen megúszuk, akkor sajnos azt az istállót, amelyik beteg, azt antibiotikumozzuk, de azt viszont már, tehát ezt vezetjük is, és az az istálló nem megyen már, tehát exportra, tehát olyan helyre, amit antibiotikummentes állományként nem szerepelhet. A farm tulajdonosa és a dolgozói mindent megtesznek annak érdekében, hogy semmilyen betegség ne támadja meg a náluk nevelődő állományt. Jelenleg egy hete szállították el a telepről az állományt, úgyhogy most takarítás folyik. A takarításnak a lényege pedig az, hogy a telepnek minden négyzetcentiméterét eltörtlenítik és eltakarítják. Most jelenleg egy habosítási folyamat folyik a telepe, tehát az egyik hatos istállóban. Ez úgy el kell képzelni azt, hogy tehát minden négyzetcentimétert lehabosítanak, lefertőtlenítenek, ezzel hagyják állni körülbelül egy olyan jó 20-25 percig, és utána pedig vízzel leslagolják, tehát lemossák az egészet, és akkor ez teljesen 100%-ig fertőtlenítik. Persze még további folyamatok is vannak ennél, hogy különböző szerekkel fertőtlenítik még az egész telepet. A farm működéséhez minden mozdulatot fel kell jegyezni, nem csak az antibiotikum adagolást, hanem a takarítás, fertőtlenítés minden lépését, hogy miből mennyit használtak, tette hozzá Sörös András. Energetikai beruházás zajlik a sátoralja újhelyi Lavotta János alapfokú művészeti iskola épületén. A korszerűsítés során eddig megvalósult a nyílászárók cseréje és a külső szigetelés, emellett pedig egy mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó valósult meg. Ami hátra van a munkálatokból, az akadálymentesített parkoló és közlekedő. A munkálatokat előző év őszén kezdték meg, és várhatóan idén tavasszal fejeződnek be. A beruházás közel 60 millió forintból valósul meg.
A Lavotta János alapfokú művészeti iskola épülete egy meghatározó intézménye Sátraújhely városának. Ide térnek mindazok, akik a zenét szeretik, és valamilyen hangszeren meg szeretnének tanulni játszani. Idén megvalósul egy várva várt beruházás, hőszigetelés, nyilászárók cseréje, akadálymentesített parkoló és közlekedő valósul meg egy pályázat segítségével, melyet a Sátraújhely város önkormányzata nyert el. Ez a Sátraújhely város önkormányzata által megpályázott energetikai korszerűsítés a Lavotta iskolában című pályázatról van szó. A felújítási munkálatok azok tavaly ősszel kezdődtek, és hát jól láthatóan még most is tartanak, hiszen az időjárási viszonyoknak megfelelően szüneteltetni kellett a külső munkálatokat. Maga az energetikai korszerűsítés pontosan a teljes nyílászárók cseréjére vonatkozott, valamint egy napelem rendszer kerül majd a tetőre felépítésre. Továbbá akadálymentesített illemhelységek kialakítása, valamint az épületnek a megközelítése. Ilyetén való fejlesztésére került sor. Jelenleg ott tartunk, hogy a belső felújítások azok megtörténtek, úgyhogy egy kiadós takarítás előtt állunk, és az épületnek a külső tatarozása, felújítása még hátra van. Az intézmény vezetője hozzátette, hogy nagyon örülnek ennek a beruházásnak, hiszen ezáltal több probléma is megoldódik az épülettel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a 24. órában voltunk már, hiszen a városnak minden egyes közintézménye már túlesett egy felújításon, illetve egy hasonló jellegű energetikai korszerűsítésen. Van olyan intézmény, amelyik már nem is elsőre, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg az utolsó pillanatban jött ez a pályázat, és nagyon-nagyon örülünk neki, mert azt hiszem, hogy a látvány is önmagáért beszél, és azt hiszem, hogy enélkül most már nem tudtunk volna létezni. Egy későbbi pályázatnak lesz majd része a következő beruházás. Annak célja az lesz, hogy a tantermek hangszigetelést kapjanak. Ezáltal is komfortosabbá teszik majd a diákok számára a zenetanulást. Sátoraljaújhelyben elindult az ovikori program a Zemplén Kalandpark jégcsarnokában. Ezeken a délelőttökön több mint 100 gyerek vesz részt, ahol akár a finom motorika fejlesztését is segíthetik. Ennek a célja, hogy egyre több gyerek járjon sportolni, így elindítsák egy egészségesebb élet útján, valamint a későbbiekben a Jégsport Egyesület tagjai is lehetnek majd. A korcsolya orrát letakarítjuk, mert egy kicsit koszos, jó? Oké. És megint felemeljük a kezünket. Egy hete indult el Sátoraljaújhelyben az ovikori program az összes helyi iskola és óvoda számára, így körülbelül 120 gyermek látogatja délelőttönként a Zemplén Kalandpark jégcsarnokát. Ennek a célja többek között, hogy a gyerekek többet mozogjanak, valamint egészségügyi szempontból is jót tesz a felső légutaknak a hideg-száraz levegőn tartózkodás. Továbbá a korcsolya mozdulatai segítik a finom motorika fejlesztését is. A tanítást mindig az alapoktól kezdik. Először szárazon kint az előtérben átvesszük azokat a mozgásformákat, azokat a mozgásokat, amiket oktatni fogunk majd a jégen, de az első és legfontosabb, hogy mindenki négykézláb, még akik tud korizni, az is négykézláb jön fel a jégre, mert az a legbiztosabb, annál lejjebb már nem esett a gyerek. Ugye a félelem megvan, mert ez a közeg az nem olyan, mint a szárazföldön menne. Mindenki próbál úgy, mert hogy már én tudok járni, akkor itt is fog menni a dolog, de ez nem így van, ugye ez egy teljesen más közeg, ahogy az előbb is említettem, és ezért kell szokni ezt a jeget, hogy ez csúszik, hogy ez más, mint amikor a szárazföldön vannak kint. Az edzőknek ilyenkor át kell venni a tanítók szerepét, hiszen kisgyerekekkel foglalkoznak, akik félnek egy-egy eséstől. Erősen eltolom magad, behajlított térd és nyújtva van a kezem. Lassan próbálja pofogni előrefele. Nem olyan, mint a betonon esnél, mert kicsit tompítja az esés, szóval nem veszélyes ez a történet. Igen, obóbácsiknak is kell lennünk, ez egy kicsit nehéz feladat, ugyanis mi nem vagyunk obóbácsik, de ha egy kis empátia van az emberbe, meg egy kis beleérző képesség, akkor ezt nagyon könnyen át lehet hidalni, ezt a problémát, meg azt szoktam mondani, hogy az, ahogy a gyerekek fejlődnek, de teljesen más, egy felnőttet megtanítani korcsolyázni, az nem egyszerű feladat.
5-6 alkalom kell, mire eljutunk oda, ahol egy ilyen kis óvodással, 1-2 alkalommal már megoldottuk ezt a problémát, de mondom, élmény velük dolgozni, mert olyan sebességgel sajátítják el a mozgást, hogy tényleg ott is most látok egy kislányt, aki az előző alkalommal megtanult felállni, most pedig meg korcsolyás tolásokat csinál, szóval hogy hihetetlen, ahogy át tudják venni ezt a sportot és adaptálni tudják. Az óvikori program elkezdésével az óvodások és a kisiskolások betekintést nyerhetnek a Sátorajóhelyi Jégkorcsolya Egyesület csoportjaiba, így a későbbiekben akár jégkorongot, akár a műkorcsolyát is választhatják. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Fontos odafigyelni a lejáró okmányok érvényességi határidejére. Antibiotikum bejelentő rendszer indult az állatorvosoknak és a nagykereskedőknek. Energetikai beruházás zajlik a Sátoralja újhelyi Labotta János alap fokúművészeti iskola épületén. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!